Szerintem a mérkőzés kulcsa az volt, hogy szerkezetet váltottunk. Az első találkozón elképesztő játékot nyújtott az MTK, úgyhogy a visszavágóra levontuk a megfelelő tanulságokat. Úgy döntöttünk, hogy nem szabad területeket hagynunk a pálya közepén az ellenfélnek, és a széleken kell hagynunk őket játszani. Szerintem ez volt a kulcs. Tudtuk, hogy az MTK tele van fiatal, tehetséges játékossal, akiket így tudtunk megállítani. Szerintem ma győzött a tapasztalat a fiatalság felett. Természetesen hatalmas buli volt az öltözőben. Mindenki ugrált, de én nem, én táncoltam. Játszottam annak idején az Allianz Arénában, amikor még Münchenben futballoztam. Szinte ugyanolyan érzés volt ott pályára lépni, mint itt az új Puskás Arénában. Komolyan mondom, gyakorlatilag ugyanaz. Elképesztően pazar létesítmény. Ha ebben a stadionban kimész a gyepre, máshogy érzed magad. Körbenézel, és úgy érzed, hogy egy világelit stadionban vagy. Tényleg csodálatos. A magyar kupa döntője lesz az első fináléja a puskás arénának, úgyhogy már csak ezért is szeretnénk mi lenni az első csapat, amelyik itt aranyérmet ünnepelhet. Egy évvel ezelőtt is nagyon-nagyon közel voltunk a sikerhez, úgyhogy most mindjárt azért imádkozunk, hogy ezúttal sikerüljön is megnyerni a kupát.